mögöttem látható székelykapu, valamint Szent II. János Pál pápa tiszteletére állított emlékkereszt avatásával tovább bővülhetnek a hazai erdők kulturális és szakrális értékei. Amikor több mint fél évszázaddal ezelőtt a Pilisi parkerdőt megalapították, alapítóink, akik létrehozták a társaságot, egy egyedülálló célt tűztek ki elénk. Egy olyan erdőkezelési modell kidolgozását és megvalósítását, amely előtérbe helyezi az erdők turisztikai, kulturális szerepét, valamint nagy hangsúlyt fektet a táj a természet védelmére. Az erdő befogadója egyben természetes közege is a kulturális emlékeknek. Erre számtalan példát találunk a Pilisben, hiszen római utak, középkori erődrendszerek, kolostorromok, szakrális helyek azok, amikkel találkozhatunk kirándulásaink során. Ezek mind-mind része kulturális örökségünknek. A Pilisi parkerdő 65 ezer hektáron gondoskodik az erdők fenntartásáról, és évente több mint 25 millió látogatót fogadunk erdeinkben. Az ország legnagyobb ökoturisztikai infrastruktúráját tartjuk fenn, gyalogos kirándulóknak, kerékpárosoknak, sőt még lovas természetjáróknak is kínálunk kikapcsolódást erdeinkben. Emellett természetesen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megóvjuk és bemutassuk az erdeinkben található vallási, történelmi emlékhelyeket. Az erdő fizikai és szellemi értelemben is nélkülözhetetlen civilizációnk számára. Ha csak abban gondolunk bele, hogy az erdő sokszínű élővilága nélkül nem létezne az emberi élet, másodszorban az erdő szépsége, csendje, nyugalma a legmélyebb emberi gondolatok ihletője. Ezt az erdőben megtanulhatjuk, megtapasztalhatjuk, ráérezhetünk arra, hogy a teremtett világ részei vagyunk, egységben a természettel, egységben a családdal, egységben a honfitársainkkal. Ezt az egységet fejezzük ma ki azzal, hogy itt vagyunk, és ezt az egységet is jelképezi ez a székelykapu, amit a mai napon fogunk felavatni. Pilisi parkerdő hivatásából, alapítói szándékából következik az, hogy mindig szívesen részt vesz, részt vett azokban a civil, helyi kezdeményezésekben, amelyek akár egy-egy kulturális emlék, egy kulturális örökség megőrzésére vagy kialakítására szolgálnak. Erre egy nagyon jó példa volt itt a térségben 2015-ben, amikor a Perbáli Mária völgyben a Mária szobort felújítottuk, és ugyanúgy példa erre, amit főtisztelendő Filó Kristóf atya kezdeményezett, hogy II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára egy emlékkeresztet állítottunk itt fel az arborétumban. Az erdők hatalmas társadalmi igényeket szolgálnak, ez itt a főváros térségében még inkább időszerű, hiszen akár ha visszagondolok az elmúlt egy év Covid időszakára, szinte az erdő látogatók száma mintegy egyharmadával megnövekedett, tehát az említett 25 milliót bőven meghaladva 30 millió fölötti látogató számot regisztráltunk az elmúlt időszakban. Ez egy nagyon fontos feladata az erdőnek, fontos feladata az erdőgazdálkodónak. A Pilisi parkerdő esetében mi ezt egy külön úgynevezett városi erdőgazdálkodás, városi erdőkezelés keretében igyekszünk megvalósítani, egy minél összetettebb, minél élhetőbb ökoszisztémát, emellett viszont minél komplexebb turisztikai szolgáltatásokat is kívánunk nyújtani az itt élő lakosságnak. De természetesen nem feledkezünk meg arról, miként a fa sem növekedhet anélkül, hogyha elveszti a gyökereit, hogy kultúránk sem élhet tovább, ha lemondunk örökségünkről. Ezt az örökséget őrizzük, és adjuk tovább ma az emlékkereszt felállításával. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó szerencsét, üdv az erdésznek! Június 4-e van, számomra az első kérdés az, hogy milyen érzéseket kelt bennünk ma Trianon? Milyen érzések vannak bennünk? És szerintem a válasz az, hogy fájdalom. Fájdalom, mert méltatlanul bántak velünk, mert tisztességtelenül bántak velünk, mert kélyes örömmel belénk rúgtak, mert elszakították tőlünk, nemzettársainkat elszakítottak tőlünk, magyarokat. Most azt a zárójelet nem nyitom ki, hogy ma Magyarországon vannak olyan politikai erők, akik szerint Trianon igazságos és lépten nyomon belerúgnak a külhoni magyarokba, erről most nem beszélnék, ne terheljük túl a lelkünket. Tehát fájdalom. Ha az emberben fájdalom van, akkor szerintem az a következő kérdés, hogy mihez kezdünk ezzel a fájdalommal. És akkor én két utat látok.
Az első út az, hogyha az ember lelkében fájdalom van, hogy átadja magát a fájdalomnak. Ilyenkor jön a rossz érzés, a lehangoltság, a cselekvőképesség elvesztése, az az érzés, hogy vesztes vagyok. Ezt az utat nem javaslom magunknak. Legfőképpen azért nem, mert nem vagyunk vesztesek. Olyan 100 évet, amilyen 100 év mögöttünk van, a világon szerintem egy másik nemzet se élt volna túl. Büszkék lehetünk magunkra, mert többet adtunk ennek a világnak, mint amit kaptunk tőle. És kétségtelen igaz, hogy sokan örültek volna annak, hogyha a magyarokkal végeznek és eltűnünk, de itt vagyunk, még mindig itt vagyunk, most is itt vagyunk, és itt is maradunk. A külpolitikánk sarokköve az, hogy mindenkinek megadjuk a tiszteletet, de el is várjuk azt a tiszteletet, ami egy 1000 éves államisággal rendelkező ország esetében elvárható. És nem vagyunk egyedül, tisztelt hölgyeim és uraim. Szövetségeket építünk, szövetségeket keresünk, és a szövetségeseinkkel, a barátainkkal a régió Közép-Európa felemelésén, megerősödésén dolgozunk. Összeköttetéseket építünk, közlekedési, infrastrukturális összeköttetéseket, energetikai összeköttetéseket, politikai kapcsolatokat, kulturális és sportkapcsolatokat, és ezeket folyamatosan gyarapítjuk és erősítjük. És látszik már most az, hogy a régió, ahol mi vagyunk, ez a közép-európai régió egyre fontosabb, egyre jobban felértékelődik, és egyre meghatározóbb szerepe van egész Európa jövőjének szempontjából. A külhoni magyarokkal kapcsolatban az álláspontunk világos és változatlan. Nem Budapestről akarjuk megmondani, hogy a külhoni magyaroknak hogyan kellene élniük és hogyan rendezzék be az életüket. Épp ellenkezőleg mindig megkérdezzük őket, mi az, ami nekik jó, mi az, amit helyesnek gondolnak, mi az, ami segíti őket, és ennek mentén, amit tőlük hallunk, mindent megteszünk azért, hogy a szülőföldjükön tudjanak minél jobb körülmények között boldogulni, és egy minél jobb, teljesebb és boldogabb életet élni. A külhoni magyarok mindig számíthattak, és mindig számíthatnak a magyar kormányra. Legyen szó lelki-érzelmi közösségről és támogatásról, legyen szó kulturális közösségről, politikai támogatásról, és legyünk őszinték, akár anyagi segítségről is, gondolok itt arra, hogy a magyar kormány több gazdasági programot indított el a határokon túl, és én akkor éreztem igazán ezeknek a fontosságát, amikor a külhoni magyaroktól azt a visszajelzést kaptam, hogy ez olyan volt számunkra, mint égből a kenyér. Így állunk tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, és zárásként engedjenek meg még egy gondolatot, ami számomra fontos, és ezzel talán nem vagyok egyedül. Hát csak azért is fontosnak érzem ennek hangsúlyozását, mert ahogyan említettem, látok sokfajta rossz példát is. Látok olyan törekvéseket itt Magyarországon, és olyan erőket, akiknek sok mindenki fontos. A világ összes problémája, a világ összes kisebbsége, a világ összes közössége, csak valahogy mindig a magyar, az marad ki. Az én fölfogásom ezzel ellentétes. Az én felfogásom, tisztelt hölgyeim és uraim, az, hogy én tisztelem a más nemzetiségűt. A más nemzetiségű is lehet a barátom és a szövetségesem. Örülök is, ha az. De a magyart mindig máshogy, mindig jobban szeretem. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen államtitkár úr biztató szavait. A Székelykapu átadása előtt kérem Kádár Ferenc, operaénekes, keramikus urat és egyben a kapu készítőjét, akár csak egy polihisztort, hogy ossza meg velünk gondolatait. Jó napot kívánok mindenkinek, örülök, hogy ilyen sokan összegyűltünk. Egy pár szóba ecsetelném ezt a 3 hónapos munkámat, ami a hátam meget van. Egy percét se nem éltem úgy meg, hogy elfáradtam volna, és örömre szolgált, hogy az erdészet ezzel megbízott engem, és ezúttal szeretném kifejezni köszönetemet. Én a Székely Népégyüttes tagja voltam valamikor, sokat jártam a Székelyföldön, beszélgettem, és nagyon sok mindent megtudtam a kapukról, amit
ugye se az iskolába, se máshol nem tanítottak. Egy pár szóba ecsetelném röviden ennek a kapunak a történetét. Ez úgynevezett székely kapu, aminek az előző neve naptárkapu és napkapu volt időszámításunk előtt. Úgy helyezték el a házakat és a kaput egymáshoz viszonyítva, hogy a nyári napfordulón június 21-én a gazda kijött a házából hajnalban napfelkeltén, és akkor megpillantotta a napot ebbe az évbe. Ezért van egy általában ilyen napimitáció a kapukon. Na most már van egy közmondás, nem tudom, hogy hallották-e, biztos, hogy kiskapukat keresnek, hogy kevesebb pénzt fizessenek be jobbra-balra, adóba erre-arra. Ez is a gyökere itt van ennek. Tudnélik, 1336-ban Károly Róbert, az Anzsuk kivetették a kapu adót. De a székelyek mentesülve voltak az adó alól, mivel önkéntes határőrséget csináltak, ezért kaptak erdőhasználati jogot és adómentességet. Tehát rájuk nem vonatkozott az adó. Ellenben a törvény úgy szólt, hogy egy megrakott szénás szekérrel keresztül kell haladni egy faragott kapu alatt. Na most már azok a területek, amik nem estek abban a síkba, ahol voltak a határőrök a székelyeknek, azokra az adó vonatkozott sajnos, ezért úgy kerülték meg az adót, hogy csak kiskapukat építettek, azokat fették be, és a nagykapu összekötőjét nem faragták ki, tehát ezáltal megkerülték az adót, mert az adó úgy szólt, hogy alatta kell áthaladni a szekérnek. Ez nagyon érdekes volt, ez egészen tartott, egészen ez az adó kedvezmény Mária Teréziáig. Mária Terézia megszüntette az adókedvezményeket, és bevezette a kényszer sorozást. Erre a székelyek ezt nem fogadták el, erre januárban az osztrák hadsereg felvonult, elkezdte ágyúzni a székely falvakat, ez az úgynevezett Mádi fali veszedelem. És a székelyeknek egy része elmenekült olyan helyre, ahol már nem ért el az osztrákok keze, Moldova fele. Itt letelepedtek, megalakítottak bizonyos helyiségeket, például Isten segíts, fogadj Isten, és ezeket nevezzük ma csángoknak, de ennek van egy előtörténete is, tudnélik, a csángok, mikor oda kimentek, akkor csodálkozva vették észre, hogy vannak olyan emberek, akikkel tudnak beszélni ezen a nyelven, magyarul. Tehát az onnan van, hogy a népvándorláskor, mikor jöttek a hunok, mindig hátrahagytak egy-egy kis csoportot, akik a lármafát üzemeltették. Tudnélik, akkor nem volt mobiltelefon sem másik, és ezért, ha veszély volt, a lármafával tudták értesíteni a nagy sereget, hogy készüljenek fel, mert jön egy, mit tudom, egy besenyő csapat, vagy egy tatár. Röviden ez a története, még hozzáfűzném azt, hogy azok a lyukak, amik ott fent vannak, azok nem a galambdúcok, hanem azok a lelkek kapuja. És azért van páratlan szám, egyszer volt a 7 törzs, de időközben csatlakoztak hozzájuk kisebb törzsek. Többek között egy kelta is, akik a római légiókkal nagyon rossz viszonyban voltak, és örültek, hogy tudnak csatlakozni egy erősebb társasághoz. És például a kelta jelkép, ami ott van a lélekmadár két oldalán, az a szeretet és összetartozás jelképe. De mivel csatlakoztak ehhez a csoporthoz, többiek is átvették idővel ezt a jelképrendszert, azért is használtam én is ezt. Ha többet akarnak megtudni erről a dologról, és az adó kivetésről, írtam egy tanulmányt, nagyon sok időn betelt, amíg összeszedtem az információt. Itt a kapu mögött, azon a szárnyon fel van függesztve, és idejük van rá, vagy türelmük, akkor elolvashatják röviden. Ez a kis története a kapunak. Sok mindent lehetne még mondani róla, de hogy az utcák kialakulása akkor még nem volt, tehát csak a kaput állították, nem volt kerítés, nem volt semmi. Az leges legelején ez így volt. Ez röviden a fejtegetésem erről a problémáról, és tényleg, ha valakit érdekel, akkor elolvashatja ezt a tanulmányt, ami ott van fenn. Köszönöm, hogy meghallgattak. És elmondanám még azt, ami fel van írva, ezt egy gyűjtésből szereztem Erdélybe, és az igazgatóságot dicséri, hogy ezt választották ki,
mert ez én szerintem is legegyszerűbb, legszebb, hogy itten járó embertársam, ha erényes kebeled, akkor nyíljon neked kapunk, s legyen Isten te veled. Hát ennél szebbet én se gondoltam, hogy lehet írni. Köszönöm, hogy meghallgattak, uraim! ...2010 tavaszán, akkor elkezdtünk kormányozni, nagyon sok olyan döntést kellett meghoznunk, amelyek között voltak jelképes dolgok is. Az egyik a kettős állampolgárság, és ugyanebben az időszakban hoztuk meg azt a törvényt is, a nemzeti összetartozás napjáról, illetve erről az egész világról rendelkezett részünkre, hogy hagyjuk a bánatot, bár lehetünk szomorúak, hagyjuk az elkeseredést és a befelefordulást, bár jogos lenne az is, de mégis találjuk meg összmagyarságnak azt a célját, amelyet 101 évvel ezelőtt tulajdonképp el akartak pusztítani, és meg akartak ölni. És éppen ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy olvassák el, ha van rá lehetőségük, ennek a törvénynek a preambulumát, nem fogom az egészet felolvasni, de nagyon szép, ahogy kezdődik. Hívőt is megszólít, és nem hívőt is. Isten hívőt is, és Isten keresőt is. És így kezdi a preambulum. Mi, az országgyűlés tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, és azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészért vagyunk felelősek. Ez teljesen így van, teljesen jogos, és folytatódik azzal ez a preambulum, hogy számot kell vetnünk a béketiktátum következményeiről, folytatódik azzal, hogy mindezek ellenére, ami történt, és amennyit próbáltak velünk szembe tenni, illetve a nemzeteket itt a Kárpát-medencében összeugrasztani, mekkora a felelősségünk, hogy mindezt a sok-sok sebet mi gyógyítsuk be. Még akkor is, hogyha valaki sebzett, azok mi vagyunk magyarok. És éppen ezért én azt gondolom, hogy nem csak a preambulum, hanem maga a törvény is két dologra rávilágít. Rávilágít arra, hogy engedtessék meg már végre, hogy emlékezzünk. Sokáig, ha valaki Trianonra emlékezett, akkor volt az nyilas, fasiszta, nacionalista, sorolhatnám ezeket a szokásos kifejezéseket, nem azok vagyunk. Hazánkat, nemzetünket szeretjük, és azokat is, főleg azokat, akiket kényszerűségből elszakítottak tőlünk. De van egy másik feladatunk is, ez pedig az, hogy valóban ne azzal törődjünk, ami volt, hanem amit tudunk tenni. Tehát ne keseregjünk, cselekedjünk, és hozzáteszem, küldetésünk van. Küldetésünk van több területen is, és én azt gondolom, nagyon sok mindenben bizonyítottuk is, hogy ezt vállaljuk. Emlékezni kell azonban, és néhány számot azért hagyd mondjak el önöknek, mert érdemes újra és újra feleveleníteni, már csak azért is, mert sokan próbálják elfelejtetni a tényeket. Románia nagyobb területet kapott, mint a jelenlegi Magyarország. Erdély, Párcium, Bánáttal együtt. 10,7 millió embert szakítottak el, ez több, mint a jelenlegi magyarság, vagy kis Magyarországon élő része, most vagyunk 9,7 millióan. És ebből 3,7 millió magyar volt. Elvették gyáraink felét, vasútvonalink 60%-át, és 92 városunkat. Többé nem volt só, ezüst és aranybányánk. És ha már itt vagyunk ebben a csodálatos parkban, erdészetnél, akkor érdemes azt is megjegyezni. Elveszítettük fenyveseink 97%-át, lombhullató erdeink 85%-át. Van mind egyik oldalról szomorkodni. De másik oldalról a küldetésünk megvan. Mindenkinek megvan a küldetése és feladata is. És én azt gondolom és azt látom, hogy az, aki a maga területén teszi a dolgát, magyarságért, összmagyarságért, az igenis gyógyítani tud. És ennek része az erdészet,
ennek része művész úr, ennek része sok-sok mindenki, népzenészek, táncosok, akik itt vannak közöttünk, hiszen mind-mind azt a kultúrát őrizzük és adjuk tovább, amit eleinktől kaptunk. És hogyha az erdélyünkről, erdészekről beszélek, akkor mondhatom azt, hogy ők cselekedtek, és ezt köszönöm is. Vannak most olyanok, akik támadják folyamatosan az erdészeket, minthogyha folyamatosan csak fát vágnának ki. Egyszer nézzenek utána, hogy mennyit ültettek, mennyit gyógyítottak, mennyit sebet ápoltak az erdeinkben, és milyen csodának vagyunk részesei, akár ebben az arborétumban is. Cselekedtek, mert erdeinket védik, a teremtett világot őrzik, ami nekünk a legfontosabb, és azt kell mondanom, hogy főleg ennek az ünnepségnek a keretében fölvállalták keresztény múltunkat is. És itt engedjék meg, hogy rátérjek arra a csodálatos gondolatra, amelyet Kristóf atya, illetve erdészet vezetői döntöttek el, és hoztak létre, az pedig nem más, mint hogy szeretett szent atyánkat, Szent második János Pál pápára idézzünk, és emlékezzünk itt ebben az arborétumban. Fantasztikus környezetben vagyunk, nagyszerű volt márciusban kijönni ide erdészeti vezetőkkel, és akkor álmodtuk meg, hogy lehetőség szerint ezen a napon találkozzunk. Szeretett és tisztelt pápánk következőt mondta a természetről. Tudjuk jól, mennyi túrázott papként is, püspökként is, érsekként is. Volt, hogy a Vatikánból kiszökött, és egymaga elment az olasz hegyek közé, hogy síelhessen, hogy túrázhasson. Tisztelte és szerette a természetet, sokszor hívott erre minket is. És ezt mondta, amikor az ember hátat fordít a teremtő terveinek, olyan zavart idéz elő, amely óhatatlanul visszahat a teremtés rendjére. Ha az ember nem él békében Istennel, a föld maga sem lehet békében. Azt hiszem, ennél szebb gondolatot akár a mai világ fele üzenni, amikor mindenféle izmusokkal próbálnak kitalálni természetvédelmet, vadzöld gondolatokat, hozzáteszem méregzöld gondolatokat is, szemben pedig a teremtett világnak a sok-sok rétű megvédésével, mert abba beletartozik a magzat is, beletartozik az idős embernek a védelme és a beteg emberek védelme, és beletartozik természetesen a teremtett világ védelmében a természetvédelem is. Mi ezt kell, hogy gyakoroljuk, és amikor Szent Pál pápánkra emlékszünk, II. János Pálra, akkor hiszem azt, hogy ezt a gondolatot magunkban is erősíthetjük. Ne féljetek, volt a jelmondata, ne féljetek, áll itt a kereszten, ne féljünk szeretni hazánkat, ne féljünk megvédeni értékenket, ne féljünk emlékezni fájdalmainkra, és ne féljünk a kereszténységet megtartani. Isten áldja az alkotókat, erdészeket, művészurat és mindenkit, akik sokat tettek ezért a közös ünnepségünkért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Amikor megkaptam a meghívót, elég nehéz helyzetben éreztem magam, hiszen egy olyan eseményre jöttem, ami eléggé összetett. Ide jövünk Pest megye egyik legszebb kiránduló helyére, turista paradicsomába, tehát a természetről is kéne valamit mondani. Aztán Székelykaput avattunk, mert hogy június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja, Trianon emléknapja. És végül, de nem utolsó sorban, itt van ez a kereszt Szent II. János Pál pápára emlékezve. Két lehetőség kínálkozik. Az egyik, hogy nagyon hosszan beszéljen az ember ezekről a dolgokról, a másik, hogy nagyon röviden. Én inkább ez utóbbit választottam, ezért megtörtént az invokáció. Az invokáció során nem az Úr közvetlenül, hanem az egyik szentjén keresztül szólt hozzám, ez a szent pedig II. János Pál pápa. Államtitkár úr már említette volt, hogy a nagy pápa mennyire szerette a természetet, azonban akkor, amikor még nem pápaként élte életét, hanem Károl Wojtylaként, akkor költő is volt, és a költészettel is elmondta azt, amit később az egész életével. Én két verséből két gondolatot szeretnék megosztani. Az egyik a természettel kapcsolatos, a forrás. Erdei ösvény kanyarog tova a hegyi patakok ritmusára. Ha a forrásra akarsz lelni, a magasba kell törnöd, az árral szemben. Viaskodj, kutasd, ne hátrálj meg. Tudod, hogy itt kell lenni valahol. És mivel június 4-e van, ezért
az igazságtalan békediktátumnak a napja, ezért talán érdemes egy gondolatot az igazságról is szólni. Evangélium című versében ezt mondja: az igazság nem olajcsepp a sebre, hogy ne fájjon, ami éget. Nem ültetik szamára, hogy körülvigyék az utcán, az igazságnak szenvednie, s rejtőznie kell. Az igazság fölemeli az embert. Mi bátran tekintünk előre, nem vesz erőt rajtunk a félelem. Ne féljetek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, és most elkövetkezik az a pillanat, amikor a keresztet megáldjuk. Úgyhogy kérem főtisztelendő Spányi Antal megyés püspök urat, hogy áldja meg a keresztet. Könyörögjünk. Testvéreim, Jézus Krisztus nevében jöttünk ma össze. Ennek a Szent II. János Pál pápa emlékére állított tölgyfa keresztnek a megáldására. Kérünk Istenünk, áld meg és szenteld meg ezt a keresztet, hogy mindenki, akit elcsendesülésre vágyik, és hálát adva feltekinte keresztre, erősödjék meg hitében, gyarapodjék jó cselekedetekben, és lelke nyerje el a megváltást és az üdvösséget. Legyen vigaszunk, oltalmunk és menedékünk a gonosz lélek támadásai ellen. Krisztus, a mi Urunk által. És most, mint Mária országának polgárai, imádkozzunk, ahogy 1000 éve imádkoztak a magyarok. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istenek Szent Anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. E világ fegyvere, hogy megfélemlít, a Szent Pápa hitéből bele kiáltotta a világba, a lelkünkbe, ne féljetek. Nincs okunk félni, mert a történelem ura az Isten, és mi ezt egy 1000 éven keresztül tapasztaltuk meg. Legyen az Isten a mi életünk ura is. Amen.